Hát azt hiszem, hogy sok embernek az életében vannak mérföldkövek, amire nagyon-nagyon szívesen fog majd visszaemlékezni. Nem csak arra a mérföldkőre, hanem ami mondjuk mögötte van. Virág Judit itt van a stúdióban, kezét csalkam, jó reggelt kívánok, jó és reggelt Törő kívánok. István, jó reggelt kívánok, és azt gondolom, hogy ön tulajdonképpen mindenki ismeri Magyarországon. Jaj, és azért... Magasról indulsz, ez szép igen. volt. Szerintem, de lehet, hogy ebben most egy nagyon akik pici képekkel túlzásra. Vagy festményekkel foglalkoznak, talán igen. Jó, aki azért... Itt szűkíteném a kört. Jó, szűkítsük. 20 évről beszélünk, mert hogy a galéria 20 év lett, 20 éves lett, és mi itt a Krisztivel elkezdtük olvasni csak a statisztikákat, ami ebben a 20 évben benne volt. Engedje meg, hogy néhányat ezek közül elmondjak, jó? 62 okay. aukciót tartottak eddig. 40 non-profit kiállítást rendeztek, 37 életmű rekordot állítottak fel, erről majd beszélni fogunk, hogy ez mit jelent, mert ezt még mi sem tudjuk pontosan. A top kategória az 240 millió forint volt, ugye egy aukciónál a leütés, majd el fogják mondani, hogy mi, és mit szeretném még, mit... Évi hát, 3 aukciót, ez igen. jelent 5 aukciós rekordot. Kezdjük azzal, mert eddig most ugye én beszéltem. Ha van olyan, amire ön a legeslegbüszkébb ebből a 20 évből, akkor mi lenne az? Hát az, hogy most is ugyanott vagyunk, még mindig itt vagyunk ezen a nagyon nehéz piacon. Hát nagyon-nagyon izgalmas 20 évünk volt. Egy egészen kis 40 négyzetméteres galériából indultunk, most már 800 négyzetméteren dolgozunk. Irodákkal, kiszolgáló helyiségekkel egy gyönyörű galériánk van. És az, hogy ezt a szintet, ezt a színvonalat, ezt a minőséget tartani tudjuk 20 év óta, és a 20 év azért nagyon fontos számunkra, mert éppen 20 évvel ezelőtt rendeztük meg az első aukciónkat, ahol megszületett az első aukciós rekord, egyben az első életmű rekord is, ami ugye fölmerült kérdés, hogy az mit jelent, az azt jelenti, hogy egy festőnek a legdrágábban eladott képe az az életmű rekord, az aukciós rekord pedig az összes eddig eladott Magyarországon legdrágább festmény, az az aukciós rekord. Miért jelezte Judit nehéznek ezt az iparágat, ezt a pályát, amikor úgy szoktuk hallani, hogy pörög föl a műtárgypiac? Hát ez látszólag persze, ez úgy tűnik, mintha ez egy, nagy, egy maradéktalan boldogság lenne, és részben az is, de alapvetően azért ez egy kőkemény munka. Azt nem kérdőjelezi meg az ember természetesen, hát minden, ami komoly siker és minőséget képvisel, amögött kőkemény munka van, de miért nehéz a piac? Nehezek a körülmények, kevesebben vásárolnak, nem tartják ezt olyan befektetésnek, vagy pont az ellenkezője igaz mindennek? Hát a piac, amikor mi elkezdtük, akkor ívelt fel a legnagyobb tempóban a piac, ugye az első aukciós rekord, az első árverésünkön 21 millió forint volt, és 4 évvel később 220 millió 2002-ben. Tehát ez volt egy őrület. Hát most a Munkácsiról beszélek, igen. 2002-ben, tehát gyakorlatilag 4 év alatt meg 10-szereződtek az árak, és ez tökéletesen működött 2008-9-ig, amikor jött a válság, és hát akkor nagyon nehéz 4-5 évet éltünk át, mint a magyar vállalkozások, családok legnagyobb része. Az a baj, része. Hogy ez egy olyan korszak volt, hogy azt mindenki megsillette, mindenki megszenvedte. Ha már így említjük ezeket a rekordokat, kanyarodjunk vissza ugye erre bizonyos 240 millió forintos aukciós rekordra, az egy csontvári festmény volt. Ez egy csontvári festmény volt 2012-ben, Traui Látkép naplemente idején, és azóta is ez a magyar aukciós rekord, a legdrágában eladott magyar festmény. Hát ezt követi... 200... Négy csontvári van az első 12-ben. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy az első 12 legdrágában eladott kép között még mindig a Munkácsi csontvári gulácsi triumvirátus viszi a prímet, de nagyon nagy örömünkre éppen tavaly télen egy Tihanyi Lajos kép 220 millió forintért cserélt gazdát az aukciónkon, ami azért nagyon nagy szó, mert belépett a modernizmus is a legdrágábban eladott festmények közé, és ez a nemzetközi trendeket mutatja, hogy ez is megjelenik már Magyarországon. Azt mondta Judit, hogy ugye hoztak 2 festményt, amiből most egyet láthatok. Nem tudom, hogy a 2 közül. Ez a 240 millió forint. Ez a 240 millió forint, ez az, ami ez 2000... az abszolút aukciós rekord. Igen, és, jaj, és meg tudjuk mutatni. Meg ez meg a... Hát, őről, amit tudunk? Igen, hát ő a 98-as első aukciónknak a rekordja, ez egy fantasztikus dolog volt. Ugye
életünk első aukcióra, és gyakorlatilag letaroltuk a pályát. Ez körülbelül olyasmi, mint hogyha valaki elindul először egy Grand Slam versenyen, és azt megnyeri. Mondunk is rögtön rá egy példát, ami kötődik önök után az első nagyjáték filmjével Oscar-díjat nyerő Nemes Jeles. Igen, körülbelül egy ilyen típusú siker volt. Igen. És na, ez az összeget is, hogy akkor az 21 millió forint volt. Ki gondolta volna akkor, nem Judit? Hát senki. Olyannyira nem. Ebből még 240 is majd. Hát olyannyira nem gondoltuk ezt, hogy amikor ott álltam a pulpituson, és átléptük a bűvös 20 milliós határt, nem tudtam, hogy mi a következő licit lépcső. Tehát ilyen, hogy 21 millió, ez nem egy hivatalos licit lépcső, mert általában 10%-kal megyünk, tehát 22-t kellett volna mondani. Tehát álltam és néztem, hogy mi jön most. Képzelje el, most ezen maga mosolyogni fog. De én 2012 óta azzal foglalkozom a munkám mellett, hogy ismert embereknek a mackóit, a frissmackóit árverezem el, és hogy hogy érzem, ahogy ő ezt mondja. Gyerekek, amikor én a legelső macit eladtam az első árverésünkön, volt egy 60 ezres tétel, hogy annyira vették meg valakinek a mackóját, akkor utána, amikor a Töröcsik Mariét megvették 700 ezerért, azt már nem akartam, azt mondtam, nincs ennél fejjel. Majd jött. Majd jött a mi Nobel-díjasunk Kertész Imrének a macia, meg a dedikált sorstalansága 3,7 millió, majd Harrison Ford 4 millió forintos mackója. Mind múlik ez az, igen. Hogy egy árverést valaki hogyan vezet, és lesz ebben a szakmában kiemelkedő, mint ahogyan ezt rólad mindenki tudja, aki ezzel a pályával foglalkozik? Hát ez elsősorban egy nagyon nagy gyakorlat kérdése, mint minden, de azt hiszem, hogy az a nagyon-nagyon fontos dolog ebben, hogy tudni kell, hogy mit adunk el, és hogy kinek. Tehát nagyon pontosan kell ismerni az eladott tárgyakat, hogy az milyen minőségű, mi várható tőle, és nagyon pontosan kell tudni, hogy ki mit vesz, mert hogyha például én évezetem az árverést, és tudom, hogy milyen kép következik, és én pontosan tudom, hogy ennek a képnek ki lehet a potenciális vevője, akkor én rögtön keresem a szememmel a teremben, hogy hogy ül. Ezzel nagyon sok másodpercet lehet megspórolni. Na, de annak ezzel... az embernek ott kell lennie? Hát ennek ott kell lennie, de én tudom, hogy ott van, mert az árverés előtt ugye végigmegyünk, és mindenkit fogadunk, én végigmegyek a termen, megnézem, hogy ki hol, mindig mindegy ugyanott ül. Vagy a pontosan képviselője. Tudom, hogy igen, hogy mi várható. Tehát pontosan kell tudni mindent. Az, amit amerikai elvezünk. Vagy külföldi filmekben lát néha az ember, hogy ott ülnek a teremben, telefon fülön, valakinek a nevében licitálnak, létező gyakorlat ez Magyarországon? Ki. Létezik, de ugyanakkor van egy nagyon speciális történet, hogy a világ legnagyobb aukciós házaiban az optimális esetben 2-250 néző vesz részt egy aukción, nálunk meg sokszor 1000-1200 ember. Ennek tehát mi az oka? Hát ez egy társadalmi esemény Magyarországon. Nagyon nagy presztízse van, érdekli az embereket. A gyűjtők eljönnek, mert kíváncsiak arra, hogy a tulajdonukban lévő képnek a pandan darabja az éppen hogy fog szerepelni az aukción. És ott van a sajtó természetesen, tehát van egy nagyon nagy érdeklődés. Még mindig ezzel általában a gyűjtők vásárolnak, nem pedig a kereskedők, ami mondjuk a külföldi aukciós házakra jellemző. Mm. És nagyon sokan telefonon licitálnak, hát aki külföldön él, az nem fog ide jönni, azok telefonon keresztül licitálnak, és hát valóban sokan küldik el az úgynevezett alkuszt, aki helyettük licitál. Mm. Az is előfordul, hogy valaki a teremben ül, és mégis fel kell hívnunk telefonon. Tehát ott ül, és a fülén a telefonon, miközben ugye a mi kollégánk beszél vele. Milyen érdekes világ ez. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Boldog születésnapot kívánunk. Ha még nem sürgeti önöket annyira az idő, maradjanak itt önök is, hogy a televízió épületén belül, mert hogy itt van Nemes Jeles László. Gondolom azért Jakab Júliával együtt, ez egy ritka pillanat azért, hogy lehet velük találkozni. Mert köszönjük, hogy ők jönnek majd most. Köszönjük. Fantasztikus, köszönjük szépen. Köszönjük.